Kedves nézőink, az ünnepek előtt már nem a munkáé volt a főszerep a cápák edzésein. A lányok kilátogattak a jégpályára, a sportcsarnokban megtartották a minden évben nagyon sikeres hozzátartozók elleni kézilabda mérkőzéseket, és az összes korosztálynak volt évzáró összejövetele is. Ezt láthatják most. Sportcsarnokban azt látja, hogy vannak fiatalok és öregek, és vagy idősebbek, inkább így fogalmazok, és kézilabdáznak egymással szemben. Minek köszönhető ez, milyen hagyománya van ennek. Egyébként megrögtetik Putyin Zsoltot, de hát nélkül ilyen vidámság is ebbe, és azért fújtatsz azt is mondjuk, mert te már játszottál. Igen, 4 éves hagyománya van ennek a összejövetelnek. Évetnek 2-szer szoktuk megrendezni így tél végén és a nyár elején, amikor vége van a 2 fél szezonnak, illetve az egész szezonnak. Ez arról szól, hogy az adott korosztályoknak a szülei és a hozzátartozói eljönnek, és a gyerekek, illetve már a felnőttek is, majd később ők is vannak játszani. Egymás ellen játszanak, hogy tényleg csak a bóckodásról, meg arról szól, hogy mindenki jól érzi magát. De azért komoly szinten működik a szervezés, már a különböző korosztályokon végigmentek. Azért mondd el, légy szíves, hogy kik játszanak és hogy kivel. Ugye itt vagyunk 2,5-3 órán hosszán keresztül este, és U11, U13, serdülő, ifi felnőtt, ezek a korosztályok mennek így szépen végig. Igazából nekem olyan beszél mindenki, mert tavaly például a felnőttek megverték a fiúkat, ugye abban benne van a Jaxi is, és a hozzátartozó csapat benne van, és akkor a Jaxi nagyon, nagyon presztízs kérdés jön ebből, de most tavaly kikaptak, úgyhogy most gondolom, hogy készülnek, hogy visszavágjanak a felnőtteknek. Nyilván hamarosan majd egy jó pár képet láthatnak a nézők arról, hogy mi történik itt, de én tőled szeretném hallani, hogy évről évre milyen rendezvénynek lehetnek azok a szemtanúi, akik ide ellátogatnak, akár szülők, akár gyerekek. Hát a szülő és a gyerek kézilabdáról van szó, a szülők megmérkőznek a lányokkal, nagyon élvezik, legalábbis tavaly is jó volt, előző évben is jó sikerült, hál' Istennek, ennyi. Általában szokott sérülés is bekövetkezni, legalábbis egy szülő azt mondta nem olyan régen, hogy ő tavaly is szenvedett sérülés, meg azelőtt is, új töréstől kezdve nem tudom, még gondolom ilyenkor azért a gyerekek egy kicsit jobban odapirítanak a szülőknek. Hát igen, erősek, tehát túl le is futnak sokszor bennünket, sokkal jobb kondiban vannak, mint mi, megpróbáljuk őket utolérni, aminél nem sikerül. Te milyen korosztályban kézilabdázol? U13. Hogy zártátok a bajnokságot? Nem tudom, hogy ennyire mennyire tudsz értékelni, mert most lehet, hogy egy kicsit vidám a hangulat, de azért voltak itt komoly dolgok is az elmúlt időszakban. Hát igen, mind a kétszer győztünk, tehát ez a csapatnak nagyon öröm volt, mert szeretünk győzni, de az történtek sérülések is, de az utóbbi időben viszonylag jó volt, mert nem annyi sérülés történt. Tehát az utóbbi 2 mérkőzést megnyertétek, arra gondolsz. Oké, akkor beszéljünk a mai napról is. Hogy áll össze a csapat? Ilyenkor az U13-os korosztályból a lányok ilyen erős férfi emberekkel játszanak, vagy hogy szoktátok összerakni egy csapatot? Hát igen, mindenki a saját posztján, de hogyha valaki meg szeretné próbálni, más posztján is játszhat, mert ugye ez nem annyira erős ugye meccs, mint a bajnokságok, ezért így mindenki azon a poszton, amelyiken tud, azon megpróbáltatja magát, hogy tud játszani rajta.
No hát te azért elég sok sportrendezvényen itt vagy, nem feltétlenül úgy, hogy játszol, most játszani is fogsz. Mennyire rendszeres a sport az életedben? Nem akarok ilyen mély interjút készíteni, de hát most mozogni is kell, aztán nem tudom mennyire vagy hozzászokva. Igen, hát a felnőtt kézilabda meccseket szoktam biztosítani. Hát egyébként meg sportolok, hát... Mennyire szokatlan akkor ez a mozgás, bírod? Mert itt azért fiatalabbakkal versengeni. Nem tudom még, hogy bírom-e majd. Majd kiderül. Oké, beszélünk akkor rólad is. Lányod ugye gondolom. Oké. Milyen korosztályban játszol és milyen poszton? Meg te is beszélj az élményedről, ha egyáltalán volt már neked ilyen az életedben. Hát én az U11-ben játszok. Lövő vagyok, és még nem volt olyan nagyobb élményem, csak annyi, hogy meccseken voltam.